kiválasztunk szabadon egy üres vakkot, és elkezdjük begépelni az olvasójegy számát. Délelőtt be is mutatták az új könyvkölcsönző automata működését. Használata egyszerű, és nagy előnye, hogy a nap 24 órájában folyamatosan a könyvbarátok rendelkezésére áll. Ez az eszköz kifejezetten arra van kitalálva, hogy érintésmentesen bármikor igénybe lehessen őket venni. Ehhez két dologra van szükség, vagy olvasójegyre, vagy egy olyan kódra, amit megkapnak interneten keresztül, amin keresztül kivehetik majd az automatából a kért dokumentumokat. Ezzel együtt Debrecenben már három ilyen könyvkölcsönző automatát állított üzembe a Mélius Juhász Péter könyvtár. A magyar innováció eredményeként létrehozott berendezés ötletét részben a pandémia miatt átalakult könyvtári szolgáltatások és a változó olvasói szokások indokolták. Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója azt mondta, a könyvtárosok mindig szorgalmas és leleményes emberek voltak, a debreceniek pedig különösen azok. A lehető legjobban kitalált könyvtári szolgáltatás ez a beiratkozottak számára, hiszen nyitvatartási időtől függetlenül bármikor, munka előtt, esti műszak után is felkereshető. A korszerű és könnyen használható kölcsönzőgépeket a Mélius további 4 kis településen is felállította és sikerre vitte. Az átadón az is elhangzott, hogy a helyszínválasztás teli találat, hiszen a Tócsúskerti piac egyfajta agóraként funkcionál, ahol naponta sokan megfordulnak.